Azért jöttünk ide a belügyminisztérium központi épülete elé, hogy szolidaritásunkról biztosítsuk a belügyi és a rendvédelmi dolgozókat, illetve tiltakozásunknak adjunk hangot azért, hogy olyan siralmas körülmények között kell napi szinten végezni a munkájukat, amely már nem hagyhat minket nyugodni, tehát szót kell emelni. Ugyebár ilyen alkalmazottak, ilyen dolgozók többek között a rendőrök és a tűzoltók is, akik, hogyha nem végeznék napi szinten a munkájukat, akkor egész egyszerűen káoszba fulladna az ország. Ennek tükrében viszont kimondottan félelmetes és figyelemfelkeltő annak a körükben végzett reprezentatív felmérésnek az eredménye, amely azt a képet rajzolja ki, hogy mintegy 70%-uk a felmondáson gondolkodik. A Mi Hazánk szerint gyökeres azonnali lépésekre van szükség, hogy pozitív változás álljon be. És hogy mik lennének ezek a követelések? Nagyon egyszerű. Mi nem találunk ki semmi újat, nem akarjuk megmondani, hogy ők mit gondoljanak, hogy ők mit követeljenek, egész egyszerűen azt vesszük alapul, amit ők követelnek. És az imént említett felmérésből ezek a követelések kristálytisztán ki is rajzolódnak. Tehát akarjuk és követeljük, hogy emeljék meg a béreiket, mert tűrhetetlen, hogy olyan bérekért kell napi szinten kockáztatni akár az életüket, amelyek messze elmaradnak a versenyszférától. Akarjuk és követeljük, hogy a szociális juttatások körét bővítsék, a kiégést rendező körülményeket is oldják meg, tehát magyarul jobb körülményeket akarunk számukra. Akarjuk és követeljük, hogy a korkedvezményes nyugdíjat azonnal állítsák vissza, mert az, hogy 2012 óta ez a lehetőség már nincs, súlyosan sérti az igazságosság elvét, megint csak tekintetbe véve ugye azt, hogy az ő munkájuk mind fizikailag, mind pszichésen jóval megterhelőbb, mint a többi. Ez tehát az első lépés, hogy megfogalmaztuk ezeket a követeléseket. Meg fogunk mutatni egyébként egy üzenetet itt Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, hogy emlékeztessük rá, hogy mi lenne a dolga, és ígérhetjük, hogy a Mi Hazánk mozgalom addig fogja folytatni ezt a harcot, amíg a belügyi és rendvédelmi dolgozók hangját meg nem hallják, és jogos követeléseiket nem teljesítik. Az érintett dolgozóknak pedig innen a belügyminisztérium elől azt üzenjük, hogy veletek vagyunk, tudjuk, érezzük, hogy milyen fontos a munkátok, és erőt és kitartást kívánunk nektek ahhoz a harchoz, amit folytattok, és azt, hogy sikerrel tudjátok kivívni mindazt, ami titeket jogosan megillet.